Jövőre kettős évfordulót ünnepel a komlói németség. A német klubot 1984-ben hozták létre, a nemzetiségi önkormányzat pedig 1994-ben alakult. Egy évvel ezután kapott a német önkormányzat egy helyiséget, amit testvérvárosi segítséggel renováltak, és pályázati pénzből rendeztek be. Azóta ez a komlói német önkormányzat székháza, a helyi németség otthona. Elsődleges feladatunk, célunk, vagy a zászlónkra, amit kiírhatnánk, hogy a történelmi múltunk, kultúránk megismertetése, most már főleg a fiatalokkal mondhatom ezt, megőrzése és tovább örökítése, és ehhez a fiatalok kellenek. A fiatalok egyre inkább érdeklődnek a német kultúra, a magyarországi németek történelme iránt. A klubban egy német szobát is berendeztek, amit a tagok felajánlásaiból hoztak létre, felidézve az ősök életét. Idén azonban az energiaárak emelkedése miatt csak a rendezvények idejére tudják nyitva tartani a házat. Még a Kenderföld Csomáki Általános Iskola tanulója voltam, és Ronani Lustig Ágnes az akkori német tanárnéném volt, és a mi kapcsolatunk innen ered. Innentől kezdve teltek múltak az évek, én idősebb lettem, gyarapodott a klubtagság is, és mindannyian fontosnak éreztük egy klub létrehozását, fenntartását, a hagyományok ápolását, és én is így kerültem ide és közelebbi kapcsolatba velük. A kollektív bűnösség elve alapján Magyarország területéről 1946. január 19-e és 1948. június 30-a között 200-220 ezer német nemzetiségű lakost telepítettek ki Németországba. A Magyarországgyűlés az első vonatszerelvény indulásának napját, azaz január 19-ét a magyarországi németek elhurcolásának emléknapjává nyilvánította. A komlói német nemzetiségi önkormányzat minden évben ilyenkor az ősök tiszteletére koszorúzással egybekötött megemlékezést tart a német klubban. Hogy itt megálljunk és emlékezzünk és tiszteljük azokat, akik minden nüket itt hagyva, esetleg kitelepülésre voltak ítélve, vagy a Málenki robotra Oroszországban, és mégis tovább élték az életüket úgy, hogy minket is tisztességben felneveltek. A komlói német nemzetiségi önkormányzat megemlékezésén a helyi Nagy László gimnázium két tanulója szavalt, valamint közreműködött a Liederkranz kórus Pomázi Attila vezetésével. A rendezvény különlegessége volt, hogy a koszorúzást követően dr. Márkus Beáta történész a magyarországi németek elhurcolása és elüzetése címmel tartott előadást. Nálunk is azzal kezdődött tulajdonképpen, vagy az én esetemben, hogy a saját családtörténetemben kérdezgettem nagyszüleimet, bár nem nagyon szerettek erről beszélni, de nyilván az ember részt veszi, hogy németországi rokonai vannak, hát ők meg miért vannak ott. Szóval, hogy voltak ilyen kicsit elhallgatott, meg ilyen félbemaradt kérdések, amit így történészként, történészhallgatóként már elkezdte fúrni az oldalmat a kíváncsiság, és ő is akkor diplomadolgozat írása a CIA-ból kezdtem el ezzel foglalkozni, és hát ez aztán így maradt így egy évtizedre. Dr. Márkus Beáta helyi források alapján, valamint személyes történeteken keresztül mutatta be a résztvevőknek a magyarországi német kisebbség II. Világháború utáni elüzetését, elhurcolását.